Szót, elnök úr! Tisztelt országgyűlés! Elfogadhatatlanak tartjuk, hogy az ellenzék utolsó jogkörének megvonását célzó házszabálymódosító javaslatnak még a vitáját is időkeretbe kívánják szorítani. Ez egy rendkívüli intézkedési lehetőség, hogyha időkeretbe szorítanak egy általános napirendet, szemben a házszabály általános előírásaival, ami ennél jóval komolyabb hozzászólási lehetőséget biztosít a képviselőknek. Önök azonban most már rendszert csinálva ebből tulajdonképpen minden napirendi pontnál be akarják vezetni ezt az időkeretbe való szorítást. Elfogadhatatlan, hiszen ez a házszabály módosítás gyakorlatilag megvonna az ellenzéknek a eddig sem túl tág, de lényegében még a maradék jogkörét is. Csak a Jobbik nyújtott be ehhez módosító javaslatokat, azért azt gondolom, hogy autentikusan tiltakozhatunk az ellen, hogy a részletes vitában, tehát a módosító javaslatoknak a vitájában számunkra mindenképpen kevés az az idő, amit biztosítanának gyakorlatilag képviselőnként egy percet. Ez elfogadhatatlan számunkra, hiszen nagyon súlyos dologról van szó, arról, hogy gyakorlatilag az eddigi 4/5-ös parlamenti felhatalmazási kötelezettséget kétharmadra szeretnék lecserélni. Nem ez az első ilyen alkalom, hiszen már a nemzeti együttműködésnek hívott rendszerben is az első intézkedésük volt, hogy valójában az alkotmány hatályos 4/5-ös passzusát eltörölték. Hiszen kétharmaddal lehetett módosítani az alkotmányt, meg is tették számtalan alkalommal, de azért mégiscsak cinikus volt, hogy egyik első intézkedésük volt, hogy meg sem kísérelték a nemzeti együttműködést, hanem eltörölték azt a 4/5-ös passzust, amely szerint az új alaptörvény alapelveinek kidolgozását rögzítő országgyűlési határozat elfogadásához 4/5-ös parlamenti támogatás szükséges. Ezt még Horn Gyuláék emelték be a saját kétharmaduk korlátozására, még ők is komolyabban gondolták azt a önök által sokat hangoztatott nemzeti együttműködést. Szégyen, hogy még ők a saját kétharmaduk korlátozására képesek voltak felfogni azt, hogy nem lehet, hogy egy új alaptörvény csak kétharmaddal fogadjanak el, hogy csak a kormánypártok fogadjanak el. Önök első intézkedése volt ezt a 4/5-ös passzust eltörölni és helyére kétharmadot léptetni. Most ugyanezt teszik a házszabállyal is. Eddig is volt lehetőség eltérni a házszabálytól, hogyha ez indokolt volt. 4/5-ös többsége meg is tettük, ha kolontári iszapkatasztrófáról, vagy bármi olyan indokolt esetről volt szó, mint ahogy az előbbiekben is láttuk. Házszabálytól való eltérésre nyitott volt az ellenzék. De az, hogy ezt a lehetőséget is elveszik, és gyakorlatilag most már minden hatalmat birtokoljanak, ez teljességgel elfogadhatatlan. Nem elég, hogy kiszorították, ugye a médiatanács statisztikái szerint legdurvábban a Jobbikot a médiából, teljesen törvénytelenül a kiegyensúlyozottság elvileg törvényi szinten előírt követelményével szemben is. Most arra készülnek, hogy itt a házban lévő megszólalási lehetőségeinket is gyakorlatilag szinte a nullára redukálják, ez elfogadhatatlan.